Kommentelsz, lájkolsz, megosztasz. Kommentelsz, lájkolsz, megosztasz. Kommentelsz, lájkolsz, megosztasz. Kommentelsz, lájkolsz, megosztasz. Üdv mindenkinek, ez itt az igazi Dopeman TV adása, benne pedig a Doperatív törzs feje, Laci király, a guru, akiben csalódni fogsz, a holdra mutató ujjak, abból is pontosan 10. Ha még nem tetted volna, akkor iratkozz fel az igazi Dopeman TV YouTube csatornájára, aminek a követő száma átlépte a 41 ezer darab embert. Célozzuk meg együtt az 50 ezret, totálisan organikus alapon. Kérlek titeket, hogy iratkozzatok fel, valamint nyomjatok rá a kis harangra, és osszátok meg a tartalmakat. Lájkoljátok őket, diszlájkoljátok, illetve kommenteljétek ízlésetek vagy ízléstelenségetek szerint. A Facebookon követtek, a Dopeman oldalnak a tartalmait meg kéne osztani, de most csináltam egy innovációt, és létrehoztam egy Dopeman és a La Mafia Sangha nevezetű csoportot a valóban érdeklődő követőknek a számára. Tehát azt tudni kell, hogy ezek a videók, amik egyben felvételként is szolgálnak, tulajdonképpen egyfajta élő performanszok, ezek most már nem itt fognak készülni, valószínűleg jövő héttől a Dopeman TV Facebook oldalán, hanem ott a csoportban fogom megcsinálni ezeket a felvételeket, és ott sokkal több aktívkodás lesz, úgyhogy aki nem csak trollkodni jár ide, vagy a faszát verni, akkor csatlakozzon az igazi Dopeman TV Facebook oldalának Dopeman és a La Mafia szangájához, és akkor ott egy sokkal aktívabb kapcsolattartás fog tudni zajlani, mivel a Facebook, és ez nem azért van, mert valaki laposföldhívő, vagy politikai oldalakat képvisel, valamilyen véleményen van. Tehát tényleg, hogyha nem rugod ki a ház oldalát, akkor azért a Facebook nem korlátoz. Tehát ezek ilyen városi legendák, de korlátoz. És elmondom miért. Minél több követőd van, minél többet aktívkodsz, azt szeretnék, hogy fizesd a pénzt hirdetésre. És ha nem fizetsz elég pénzt hirdetésre, elrejtik a tartalmakat még a saját követőid elől is, úgyhogy ezért újítanunk kellett, és innovációnk részhez a csoport, úgyhogy csatlakozzatok oda, és akkor ott újra élénk életet tudunk élni Facebook szinten is. Ha már erről van szó, január 27-én Budapesten, a Dohány utcában, a Hashtag Bárban, a Hashtag Bár fennállásának harmadik évfordulója alkalmából tartott születésnapi megemlékezésen Dopeman Kicsi Dope koncert lesz élő zenekaros kísérettel. Gangster bugi felfogásban. Úgyhogy ez egy ilyen tantrikus szeánsz lesz, ahol ezeket a tanító jellegű dalokat a 8. kerületi életformáról úgy fogom előadni, hogy lehetőleg leveszitek a tanulságot, és ti magatok nem követitek el azokat a hibákat, amit én, tehát amit Dopeman csinál, azt ne csináld otthon. Továbbá, csütörtökre mondok nektek egy faszabb programot, az A38-on, a hajón, Gangsta Zoli és a Kártel koncert lesz, ebben az évben azt hiszem az egyetlen budapesti koncert. De az az igazság, hogy kiszúrtam beletek, hiszen elindulni sem érdemes annak, akinek nincs jegye, mert már teltházas a rendezvény. Úgyhogy aki szeretne még gangster rappet, az jöjjön következő héten szombaton, január 27-én a Dohány utcába, a Hashtag Bárba. Ott lesz Kicsi Dope, a gitárvarázsló, Radics Józsi, basszusgitáron, lesz egy új dobosunk, és persze én. Aztán lehet, hogy lesznek
vendégek is, ezen még gondolkodom, hogy kit kéne meghívni, de egy ilyen családias bulit szeretnék, és utána egy ereszdel a hajam a hashtag bárba. Úgyhogy január 27, ne feledjétek. Továbbá, kövessetek be a Spotify-on, és nyomassátok a Felejthetetlen albumot. Nem sokára fölteszek még egy újabb lemezt a Spotify-ra, és őrületes jó hírem van, főképp a Dope Man és a La Mafia szanga tagjainak, mert ők talán előbb hozzáférnek majd az új dalból készült kliphez, a Cigi meg Hell most már tényleg a célegyenesben van, Barát Gyuszival újra együtt. Toljuk. Több mint 7 percben, long form videó, Pityinger Fruzsina a főszereplője, úgyhogy imádom, odáig vagyok érte, és szerintem ti is szeretni fogjátok, mert nagyon fontos kérdéseket feszeget. Kövessetek be az Instagramon, az Instagram threads-en, az X-en, és a TikTokon. Ott nagyon aktív vagyok. Úgyhogy ezt nagyon tolom. Támogathatjátok a tartalomgyártást, mégpedig a www.patreon.com/ az igazi Dope Man TV oldalon, vagy pedig banki átutalással, PayPalon, mindkettőnek a leírása fönn lesz a videóban, a videó leírásában, és hogyha nem felejtem el, akkor a kibaszott kommentek között is, úgyhogy köszönöm, hogyha támogattok, ne csak ezeket a független, objektívnak kikiáltott fórumokat gurítsák meg forintokkal, vagy dollárokkal, vagy mit tudom én, jöjjenek a guruló pengők Dope Man papához adomány formájában. Ne felejtsétek el, hogy újra rendelhető ez. Nagyon egyedi. Magyar startup. Magyar termék. Egészség. Exotikus ízű frissesség. Összetevői csupa egészséges cucc, hatalmas támogatom volt a 72 órás böjtönben. Egyébként hozzáteszem, hogy most délután 5 órakor elkezdtem egy újabb 24 órás koplalást, ez mondjuk nekem nem egy nagy ügy, tehát ez ilyen business as usual, de most van egy ilyen. Egyébként a böjttel kapcsolatban akartatok videót, fogok is készíteni, tehát rendelhető az Energy a www.zenerge.hu oldalról, vagy pedig megvehető a viszonteladóinknál, már több mint 70 helyen ott vagyunk, és ezek csak egyre szaporodni fognak. Nem is tudom, hogy nem indultam el a cápákba, ugye? Úgyhogy keressétek, rendeljétek, igyátok, reflektáljatok, hogy milyen volt, és a festingről, a böjtről lesz videó, sőt, talán kicsit most is szóba kerül majd, illetve lesz vezetett meditáció, meg minden, mert tudom, hogy rengeteg tartalommal tartozok nektek, csatreakció videóval, jövök Kecskeméti Laci barátommal, visszatér, tudjátok, akivel elemeztük a Starbucksnak az eseményeit, elindítunk egy podcastet, remélhetőleg folytatódik az Ultra Gang, iratkozzatok fel az Ultrahang Plus-ra, az Ultrahangra, Ábrahám Robit kövessétek, Mocsár Gyuszi Juniorral toljuk a Borító helyett című beszélgetős műsort, csinálunk egy pénzügyi tanácsadó műsort, úgyhogy rengeteg tartalommal fogunk jönni 2024-ben, az igazi Dope Man TV-n és minden más csatornán is, nem lesz bennünk hiány, de nem szeretném a zenét se háttérbe szorítani, úgyhogy valószínűleg valamikor tavasszal, születésnapom alkalmából, hiszen betöltöm idén az 50 évet, érkezik egy új Dope Man lemez, és aztán érkeznek majd további lemezek és együttműködések, például az NKS-ből a Noscezzel is fogunk egy dalt csinálni közösen, és még nagyon sok dolgon töröm a fejemet, úgyhogy ezerre toljuk a rock and roll-t, a gangster boogie-t. Tudom, csat, reakció videó, nem adták le a csatnak a második felét, meg lesz, megcsinálom azt is, úgyhogy jövünk. Ez a videó
tulajdonképpen lehetne harmadik típusú is, ami most lesz, de ez azért egy kicsit ilyen bulvár-szerűség, vagy mit tudom én mi ez. Egyébként, ha már bulvár, pont azon röhögtem ma, képzeljétek el, hogy a Rácz Jenő, aki újra elkezdett így aktívan boxolni a Starbox alkalmából, rakott ki képet, hogy lement megint edzeni. És én nekem a Rácz Jenő, ezt őszintén bevallom, a mai híresség felhozatalból számomra az egyik legszimpatikusabb fiatalember. Tehát őszinte őszimpátiám van vele, megnéztem a Hajdú Péternek a beköltözős műsorába, nézem a megnyilvánulásait, figyelem a hozzáállását a világhoz, tulajdonképpen a pályát, amit befutott, az eredményeit, az egész srác, nekem valami mélyen nagyon szimpatikus az arc, és hát így a bunyójába is szimpatikus volt, meg az összes reakciója azzal kapcsolatban, ami éppen történt, a megnyilvánulások, minden egybe van. Tehát nem tudom, hogy mennyire spirituális, bár sok időt eltöltött Dél-Kelet-Ázsiában, illetve hát Kelet-Ázsiában, tehát valószínű ragadt rá életfelfogás, azt nagyon érezni, tehát hogy átjárja a Jedi kereje, de hogy ő ezt mennyire éli meg, azt nem tudom. Mindenesetre én kamázom a csávot, szoktam is kommentelgetni, meg néha váltottunk üzenetet a Instagramon, és akkor látom, hogy lement edzeni, és mondom, mi van, edzel tovább? Jaj, király, minden fasza. Mocsár Gyuszi barátom, tanítom, mesterem, az én Jodám is odaért, hogy milyen jó döntés, és akkor írtam neki, hogy hát valamikor lemegyek egy edzésre, vagy valahol pötyöghetnénk egyet. És erre most kinyitom a hírkeresőt, és a Live TV oldalán a következő van. Rácz Jenőnek újabb kihívója van Dopeman személyében, de várhatólag a Starshave nem fog megijedni. Ez ekkora az. Tehát így mondta, hogy jó, edzünk egyet, és megírták, mintha kívtam volna csávót a Simon Revanse gálára. A végén ott boxolnánk vele 10 millióért fejenként. Úgyhogy jót nevettem pont ezen, hogy tök érdekes már a média, hogy mennyire csavarják, forgatják, torzítják a dolgokat, és akkor, hogyha van erre fogadókészség, akkor az emberek egyébként mennyire hajba tudnak kapni ezeken a kreált történeteken. És akkor ennek vetületében egyébként érdemes megnézni a politikai oldalak közötti ellenállást, vagy bármilyen eszme vagy elviség mentén való mardosást, harabdálást, amit az emberek egymással művelnek, óriási. Na szóval a mai adás témája viszont, hát az egy ilyen két nagyon ismert figura, az egyikük az elsősorban a mainstream médiában ismert, a Kassa Tibor, a másikuk az egy alternatív valóságban örvend hatalmas népszerűségnek, ő a Potyondi Edina, és ez a videó több véletlenszerűen jött össze, nekem Eta mutatta Potyondi Edinának a videóját, ami már egyfajta reakció videó volt arra, amit a Kassa Tibor írt neki, vagy illetve címzett neki, mert előtte a Potyondi Edina kifigurázta Kassa Tibort, és így kialakult köztük egyfajta ilyen háborúskodás, vagy beefelnek. Tehát a Tibi meg az Edina beefelnek, mert Edina szerint Tibi egy bitangó, Tibi szerint meg Edina nem tudom, hogy mi, de most így nem annyira kamázzák egymást, de ahogy megnéztem az Edinának a videóját, itt tanulságos volt az egész történet, és harmadik típusú meglátások is fölmerültek bennem, és ha már túl vagyok a 72 órás böjtön, és tulajdonképpen a kettőnk közötti torzsalkodás az életmód változtatásról szól, meg a fogyókúráról, a diétáról, ami egyébként Magyarországon egy nagyon fontos kérdés, hiszen valljuk be, hogy hatalmas szegénységünk ellenére tulajdonképpen a világ egyik legelhízottabb nemzete vagyunk, és ez meg is nyilvánul a
mindennapi hangulatunkban, mert bizony a nagy túlsúly az rossz hangulatot szül. Ezt jobb, hogyha tudjátok. Én, mint nem dietetikus, meg nem professzor, meg semmi nem vagyok, én nekem csak létfigyelésből van diplomám, de az egyensúlyról viszonylag sokat tudok, mert az az ember, aki az én tanítom, aki belül is bennem csiszolódik, és tanít engem napról, nap mint nap, ő az egyensúlynak a nagy tanítója, és bizony az egyensúly, ez nagyon fontos, és az egyensúlyból kimozdult állapotok, azok általában minden szinten kimozdítják az emberi tudatot abból a kívánatos állapotból, amiben neki érdemes lenne léteznie, és bizony, szóval Magyarországon ez egy komoly probléma. És ezt tudni kell, senkit nem szeretnék ezzel megbántani, hiszen az elhízás is csak egy állapot, mint ahogy a soványság is csak egy állapot, és a középúton vagy az egyensúlyban való létezés is csak egy állapot. És minden állapot az fenntartható, megszüntethető, vagy újra előállítható, tehát nincs végzetes. Nincs, ahogy mindennek vége. Még akkor se, hogyha 5-600 kilós vagy. Persze akkor nehezebb visszajönni, sokkal, nagy küzdelem, nagyon sok démont és vágyat kell leküzdeni, de akkor sincs vége. De az az igazság, hogy kurvára el vannak hízva a magyarok, és amúgy is cizellált gondolkodásukat ez megmételjezi és démonizálja, és ebből adódóan a haragfaktoruk, a gyűlölködés szenzoruk sokkal erősebben működik, és ez jelentősen rányomja a bélyegét ennek a Gyurcsány szavával, kurva országnak a hangulatára. Szóval, ugye itt a kettejük közötti problematika az abból alakult ki, hogy a Kassa Tibor, aki egyébként nekem így haverom, meg én, nekem nincs vele semmilyen mély problémám, sőt, velem mindig nagyon szimpatikusan viselkedett. Hát van egyfajta vonal, amit ő visz az életében, ami szerintem nagyon professzionális, és nagyon komolyan föl van építve, és olyan személyiségjegyekből táplálkozik, illetve olyan módon működik, ami nem feltétlenül az enyém, de ki vagyok én, hogy ezt bíráljam. És ott az Edina, akivel szintén nincsen semmiféle bajom, ő is jó föl van egyébként építve, nem kevésbé professzionálisan, mint a Tibi, csak kisebb vállalkozás. Na szóval Tibor az a Schobert Norbit, mint Magyarország első számú fogyókúra gurúja, ilyen táplálkozási apostola fölváltotta. Én különben ezt nem tudtam. Tehát számomra ez teljesen új, és így a videó kapcsán jött ez elő. Tehát azt tudtam, hogy a Tibinek van egy hatalmas elérésű Facebook oldala, és hogy ő ott a Facebook oldalával nagyon ügyesen sáfárkodott, amikor még erre a Facebookon volt lehetőség, és egyébként ezt őszintén elmondom nektek, hogy ezt a Dopman és a La Mafia Sanga csoportot, ezt a Kassa Tibi működő motelét leutánozva hoztam létre. Tehát miközben néztem a Potyondi Edinának meg a Kassa Tibinek a torzsalkodását, már tanultam valamit a Kassa Tibitől, és rájöttem, hogy a közönségemet úgy tudom mozgatni, illetve aktivizálni, hogyha egy személyisebb belső kört alakítok ki. Tehát nem szégyen tanulni attól, aki valamiben előrébb jár, és Kassa Tibiben jóval előttem járt, mert én már értetlenül nézem évek óta, hogy hogy van az, hogy a Facebook algoritmus ilyen hegyen völgyön zakatol a vonat módjára jutatja el az én üzeneteimet a közönség felé, és mindig a trollokra vagyok rászorulva, tehát valami trolletetést kell csinálnom ahhoz, hogy aktuálisan az algoritmus földobja az oldalnak a forgalmát. Szóval ezen igyekeztem változtatni, és mint az kiderült nekem, mert közben szedtem össze információkat az egészen kapcsolatban, hogy a Tibi csinálta ezt a varázslatos fogyását, amit hát ugye a remek termékeinek köszönhet, amik, na mindegy, üzlet, lényegtelen,
Tehát lefogyott, és hát egyébként Schneidig srác lett, sokkal Schneidigabb, mint volt évekkel ezelőtt, és ez mindenféleképpen üdvözlendő, mert egészségesen él, és ezzel példát mutat sok embernek, de létrehozta ezt a csoportot, és ugye az 1 millió rajongóból nagyon sokan bementek a csoportba, és ő ott tulajdonképpen, na most indult el a centrifuga, tehát hogy ő kialakított egy ilyen egyházszerűséget, vagy hát ilyen szektaszerűséget. Tehát úgy, mint ahogy a Norbiék is ezt nagyon ügyesen felépítették, hogy egy olyan dedikáltságot alakítottak ki az őket követők szívében, ami az őket nem követők szívében nagyon nagy unszimpátiát és ellenérzést vált ki, de az őket követők, meg értük rajongókban, viszont olyan őszinte dedikált, lojális odafordulást, ami sokszor adott esetben eredményektől függetlenül is fenntartott dolog, értitek? Tehát, és a Tibi erre a fogyására felépítette azt, hogy táplálékkiegészítőket kezdett el forgalmazni, hát elég magas áron, majd ezzel kapcsolatban is elmondom a véleményemet, és mielőtt bárki azt hinné, hogy bárkit szeretnék megbántani, nem célom, ha bármin nevetnék, vagy így valamiféle iróniát, vagy cinizmust látok, akkor az nem az a cél, hogy bárkit lejárassak, csak hát ők csinálják, most én csak nézem, aztán elmondom, hogy mit gondolok erről, így darmadik típusúan, hiszen ez is egy egyház, a dóp egyház is az, csak a guru, akiben csalódni fogsz, az nem várja el a rajongást. Sőt, imádom, hogyha kétkedtek bennem. Tehát mindenféleképpen tartsátok fenn a kétségeiteket, hiszen ahonnan én jövök, gangster rapper vagyok, nem rózsalovag, itt jön a rossz fiú, értitek? Tehát értem az összes prekoncepciót, tessék be nem kételkedni, és tessék megkérdőjelezni, és körbejárni, amit beszélek, és akkor, hogy igazságos voltam-e, vagy kevésbé, vagy kimozdult, és ezt nyugodtan jelezétek felém, imádom. Szóval, ugye föl lett erre építve egy olyan dolog, hogy a csávó így tulajdonképpen egy ilyen fogyókúrás szer guruvá vált, és hát ebből kegyetlen pénzt keresett. Ezt én az Edina videójából tudom, Potyondi Edinájéból, akit meg nagyon sokan szeretnek, így a úgynevezett független, objektív kormánykritikus alternatív és értelmiséginek mondott körből táplálkozó nagyobb közönségből is, tehát, hogy mindenhol egyébként teltházas előadásokkal megy, és ha kirak egy videót, 5 perc múlva 2-300 ezeren nézik meg, tehát garantáltan kegyetlen módon keres ebből, és tök jó, nagyon föl van építve, és ez szemet szúrt, tehát a Tibi gazdagsága és a Tibi módszerei, amikről majd kitérünk, azok szemet szúrtak az Edinának, és az Edina csinált egy vitriolos videót először, amit én nem láttam, és erre a Tibi válaszolt valamilyen módon, és aztán az Edina csinált egy másik vitriolos videót, amit pedig láttam, és hát azt kell mondjam, hogy le a kalappal, mert az első olyan Potyondi Edina videó volt, ami jól szórakoztam. Tehát amint tudtam nevetni, meg elmosolyodni, meg úgy tetszett. Tehát végre először éreztem egy kicsit olyat, hogy láttam, hogy nagyjából megvan írva a szöveg még mindig, de a személyes érintettség okán, ami a kettőjük torzsalkodása kapcsán kialakult, úgy éreztem benne rögtönzésszerűeket, éreztem benne életet, és úgy volt, tehát láttam, hogy van valamiféle élő humor is, nem csak ezek a megírt struktúrák, és ez mondjuk tetszett benne, és jókat röhögtem. És hát igazából miről is van itt szó. Tehát tök izgi, mert ugye az Edina az szektával vádolja a Tibit. És szektásnak tartja a módszereit, és ebből kifolyólag szemfényvesztésnek tartja azt, amit átad az embereknek.
És valóban, hogyha megnézzük a Tibinek például ezeket a képeiket, amiket fotóznak róla, hát azok tényleg alátámasztják ezt az álláspontot, és valóban úgy érzem, hát amit én láttam így a bevágott videóból, hogy a Tibi nagyon keményen belenyúlt ezekbe a, hát már nem új dolog ez már 90-es vagy 60-as évek Amerikájában bőven divott és zajlott, ez a neoprotestáns egyházaknak a működése. Tehát, hogy ezek a prédikátorok, nagyon hozza ezeket a öltönyös prédikátor formáknak a stíljét, és hát egy abszolút személykultuszra felépített ilyen, ugye régebben a humorosabb oldalát csillogtatta meg a zenélés, meg a tévéműsorvezetés, és ezt kiváltott rajongást átfordított egy ilyen személykultuszba, és a személykultuszból kifolyólag ugye ad ilyen étkezési tanácsokat, meg árulja a táplálékkiegészítőt, amik most nem tudom milyenek, lehet, hogy jók, lehet, hogy rosszak, hát az Edina szerint, amiket árul, azt lehet megvenni fél, vagy negyed, vagy tized áron más boltoknál, na jó, de azokat nem a Kassa Tibi árulja, a Kassa Tibi közönségének. Ez nagyon fontos. Erre majd később visszatérünk. Tehát kialakított egy ilyen módszert, amiben van egy ilyen atyáskodó, kicsit lekezelő, befogadó, de mégis szerető, kedvesen beszélő sztori, ami az ő közönségehez szól. És ugye ez az Edinának nem tetszik, aki állítólag nem szekta. De hozzáfűzöm, az Edina ugyanán szekta, tehát az Edinás szekta, meg a Tibis szekta most háborúba állnak, tehát a szekták háborúját látjuk, War of the Two Sects. Tehát az egyik oldalon van egy ilyen neoprotestáns szekta, a másik oldalon meg van ez az alter szekta. De ez is egy szekta. Mindegyik a maga módján szekta. És különben, ahogy nézem a nézettségeket, ez így tök jó működik is nekik, tehát én ezt nem hagynám abba. Hát ugye vannak ezek a kiegészítő szerek, és hogy mi a Tibinek a varázsa? Vagy mi volt igazából a Norbiéknak a varázsa? Hogy mi volt az egészben a trükk? És itt egyébként nem is feltétlenül rájuk kell haragudni, hogyha valakinek nem sikerül lefogyni. Komolyan mondom. Tehát nem feltétlenül a termékeket kell fikázni ilyen módon, bár nem tudom, hogy mi van a termékekben. Szóval mi a lényeg? Még egyszer mondom, hogy van egy ország, ami a világ egyik legelhízottabb nemzete, tehát valószínűleg nem táplálkozik és mozog tudatosan az eseteknek a, hát mondjuk ugye a 70-80%-ában. Na most az Edina kritikája ugye arról szól, hogy ezek nem dietetikusok. Mondjuk például most a Tibi nem dietetikus, nem ment el iskolába, nem végezte el ezt a szakmát, hogy táplálkozási tanácsokat tudjon adni, meg stb. Csak ilyen lózungokat mond, meg ilyen általános igazságokat, ugye ezzel firtatja nagyon humorosan. De most egyrészt nem is erről szól. Szóval én azt gondolom, hogy a Tibi üzlete az nem arról szól, hogy az embereknek le kell fogyni. Mint ahogy a Norbiék update kajája se feltétlenül arról szólt, hogy le kéne fogyni. A fogyás, mint egy illúzió van az emberek elé tárva. Egyébként a megoldás is ott van, a Norbiéknál feltétlenül ott volt, csak nem, sok esetben talán nem működött, vagy legalábbis amiket én láttam. De a fogyás egy illúzió. Tehát például miről szólt a Norbi, vagy miről szólnak a porok, vagy a kiegészítők? Hát ugye arról szólt, hogy vannak emberek, ezek többnyire nők, sokszor középkorúak, nem túl jól működő házasságokba, ugye az emberek mit csinálnak? Hát a frigider lesz a szerelem, meg a kajának az ízrobbanás, tudod, meg a fornetti,
meg a kakaós csiga, a sütike, meg a minden. Tehát a kaja az egy instant, azonnal robbanó öröm. Ez ugye úgy működik, hogy ahogy összeharapod, az ízek fölrobbannak a szádban. Egyébként veszélyesebb kábítószer, mint a heroin, és az íz, ahogy lement a torkodon, egy olyan 5-10-15-20 másodpercen belül eltűnik az íze, és akkor utána megeszed a következőt, hogy pótold. És mivel ez folyamatosan örömtelen vagy, és ezért mindig örömkezel, ezért mindig mész a frigiderhez, és tulajdonképpen a szex helyett eszel, a kedves beszélgetések helyett eszel, a siker helyett eszel, és akkor folyamatosan valamiféle örömöt legalább érzel, ugyanezt csinálja a droga, pia, az összes többi mértéktelen fogyasztott ilyen bódítószer, ilyen formán már a kaja is bódítószer. És ugye az volt, hogy az emberek azok úgy állnak ezekhez a tápkiegekhez, meg ilyen fajta kajákhoz, ezekhez a mindenmentes, nincs benne semmi. Ugye ez a trükk, mindenmentes. Most ezzel nem a mindenmentes mozgalmak ellen vagyok. Félre ne értsetek, jó, hogyha egy kaja egészséges összetevőkből áll össze, de a kaja akkor is kaja. Ha nincs benne ez az amaz, akkor is megeszed az anyagot, beviszed magadba. Az kalória, energia, nem szex. Arra való, hogy működjön a gépezet. De mivel az emberek, tehát hogy persze a kajálás az egy fontos dolog, azért vagyunk emberek, művészetet csinálunk belőle, mint a Rácz Jenő. De például nem véletlen van az a Rácz Jenő tanítása, hogy az a rettentő finom ízrobbanás akkora, mint egy szemmogyoró. Nem véletlen. Mert ott az étkezésben az van, hogy beindult meg a centrifuga, hogy az megeszed, és élvezed az ízt, és átengeded magadon, és elmúlik, nem tapadsz hozzá. Ugye? Mondtam egy ilyet, a buddhisták már kivannak a magyar buddhisták csoportban, hogy a bódhiszatva a helytelenben is észreveszi a helyeset, az elengedést. Tehát ugye nem tapadok hozzá. És a helyesben is észreveszi a helytelent, a ragaszkodást. Tehát ugye kaját mértékkel, de van kulturális értéke, meg élvezeti értéke, csak egyensúlyba kell kezelni, de az emberek nem szeretik, mert a kajával gyógyítják magukat, de azt mondják nekik, hogy egészséges a kaja, meg nem hizlal, meg ebben nincs ez, nincs az, nincs amaz. Hiába azt senki nem mondta nekik, se a Sóbert Norbi, se a mit tudom én, Kassa Tibi, hogy egyémekben, hogy az update kifliből, vagy a mit tudom én, Kassa Tibi féle krumpliból, vagy chipsből megehetsz egy szakajtónyit, vagy egy raklapnyit. Az ugyanúgy hízlal. Tehát ugye az illúzió az elég van tárva, mert ott van egy kicsit a trükk az üzletben, hogy te megmalmozod magad, hogy ettől lefogysz, de nem fogsz. Semmilyen portól nem fogsz lefogyni, semmitől. Mértéktartó élet, sok mozgás, sport, és aktuális életkorodhoz mérten úgy kell táplálkozni, bazeg, hogy ne vigyél be többet, mint amennyit kiadsz. Ez egyszerű, energiatörvény. Tehát ha többet viszel be, mint amit kiadsz, akkor nősz. Ha kevesebbet viszel be, mint amit kiadsz, akkor csökkensz, ha pedig egyensúlyba tartod ezt a kettőt, a mozgásod és a bevitt energia egyenesen arányos, akkor maradsz így. Én nem vagyok dietetikus, ez csak az egyensúly törvénye. Tehát amikor a Norbiék azt mondják, hogy egyél update-ot, az mellé azt is meg kell sokszor hallani, hogy kell még mellé futni, meg fitnesszezni, meg edzeni járni, meg sportolni. Meg ettől eddig lehet tenni, aztán utána nem lehet tenni. Na most a Tibibe is, hogy ő így lefogyott, tehát én nem tudom, hogy a poraitól fogyott-e le, persze ő azt mondja, hogy a poraitól fogyott le, de az nem biztos, hogy úgy van, vagy én nem tudom, hogy hogy van, az csak ő tudja, de ami a lényeg, hogy ő kurvára lefogyott, tehát ő energiát tette, hogy lefogyott, és innentől kezdve kőkemény üzletember módjára a saját brandjére fölépítette ezt, amivel most ő a legkeményebb tápkieges állítólag az országban. Én úgy tudom, és ez az, ami kiverte
a biztosítékot az Edinánál, bár szerintem nem verte ki nála a biztosítékot, csak akart ezzel foglalkozni, mert tudta, hogy ebből kurva a nézettség lesz, mert a Tibi szektájának a tagjai megtámadták az Edinát a komment szekciójába. Tehát egyébként sokkal jobb ez a mai világ, mint volt a régi, mert régen a szekták, mondjuk nem is olyan régen, a 70-es, 60-as években az Egyesült Államokban azok AK-47-ese, vagy mit tudom, ilyen ezekkel az amerikai sorozatlövő puskákkal lőtték egymást. Pár száz évvel ezelőtt meg képesek voltak vallásháborút kirobbantani, vagy akár embereket inkvizíció elé citálni, meg megégetni mágián. Tehát, hogyha belegondolunk, hogy a két fő apostol csak komment szekcióba háborúzik egymásra, azért nem annyira gáz, hogy ez így van. Tehát, na mindegy, Edinát megtámadták a Tibi szektások, és most nem tudom, hogy az Edina szektások hogy állnak a Tibivel, de azért látom azt, hogy kibillentette az Edina Tibit abból, amiben van. Mert ugye szembeállította ez a kőkemény üzlet, felfogással, meg ugye látható ilyen most nagyon divatos narcisztikus vonulattal, ugye, hogy mondja, nagyon bírom a Tibit, hogy beköszön a rajongónőknek, tudjátok, de jól csinálja különben, na figyeljetek kis csillagom, mi van veled édeském, tudod, és ül egy csomó nő, akinek senki nem mondja már, hogy kis csillagom, meg édeském, meg drágám, na mi van drágám, és közben filmeztek, bejelentkezik Tájföldről, persze, hogy megveszi a tápkieget, akkor is megveszi, ha egy grammot nem fogy tőle, és le fogja írni a komment szekcióba, hogy bazeg lefogytam, értitek? De szóval itt, hogy drága, mert az a baj az Edinának, hogy drága. Figyelj, mindent annyira adsz el, amennyire megveszik. És ha ő fölépítette ezt magának, ezt a követő tábort, akiknek ugyan én magam, Pityinger László, tehát én, nekem nem az én irányzatom ez, én eleve ezt a szektársan azt mondta a guru. Ja, akkor úgy van. Tehát ez nekem nem a világom, meg ez az egész, de ha el tudja adni, eladja. Tehát hogyha, bazeg, annyiért tudja eladni, eladja annyiért. Tehát ez miért fáj? Ugye az Edina, ugye egyből bele is kevert, hogy át a NER, hogy a TV2, ugye kicsit az üldözött státusz, tehát ott is megvan, ügyes ő is, tehát őnek is se kell szektáért szomszédba menni, humorizál a Tibin, de már bele képzeli, hogy a NER üldözi a Tibinek a képébe, értitek? Holott ő is kurva jó megvan ebbe az egészben. Nagyon jó videót csinált a Tibiről, különben mindenkinek ajánlom. De igazából ő ugyanaz. Csak ő egy másik fajta lelkiigényt elégít ki. Ő például, tehát még a Tibi rámegy a fogyni vágyó, boldogtalan 40 és 60 közötti nőkre, és mondja nekik, hogy kis csillagom, és azok elolvadva megveszik a turmixát, és akkor isszák, és azt hiszik, hogy lefogynak, és ha nem fogynak le, akkor se Tibi a hibás. Edina meg rámegy azokra, akik, mint olyan az Orbánt, érted, utálják, és akkor az egész elbaszott életükért, vagy mindenért az Orbán a hibás, és ő meg abból él. Tehát ez mind a kettő kurva jó üzletember. És a véleményem az, hogy a legjobban találták meg egymást, esküszöm, mert hatalmas, tehát nagyon jó az egész, abban ne hagyjátok, én szerintem Edina, Tibi, ezt folytassátok, mert nagyon király, tehát ha belegondoltok, ugye a Tibinek is kurva masszív a szektája, és ők fogyni akarnak. Az Edinának nagyon masszív a szektája, és ők a NER-t akarják gyűlölni, ők nem akarnak fogyni, bazeg. Tehát nincs az, hogy például a Tibi olyat tud mondani, hogy elmenjen az Edinától az Edinások kedve. És nincs olyan, hogy az Edina olyat tud mondani, hogy a Tibitől elmenjen a Tibisek kedve. Tehát tulajdonképpen, amit egymással csinálnak, tehát Edina behergeli a Tibi rajongókat, és azok mindenséget megvesznek. Tehát mit? Azt mondta az Edina,
hogy túl olcsó a Clattery Zoptikin, amit tudom, ilyen gyúros boltba, és abban nincsen fekete moszat, meg bors, azért is megveszem, még a duplájáért is, bazeg. Tehát Tibi most tudsz árat emelni. Meg fogják venni, most kell árat emelni, és Edina, ő pedig, bazd meg, ha Tibi bármit mond, érted, most na, ami hősünk, most odavágott a NER TV műsorvezetőjének, aki becsapja az embereket, mert a klitoricatirogén nevezetű hatóanyag mellé fekete borsot rak, ért, beledarálja, meg izét rak bele, moszatot, meg minden, és 500 forint helyett 3700-ért adja. És ezért Edina király, vegyük meg a videóját, adjunk neki Patreont, küldjük az adományt, és töltsük meg a házakat. És ez, tehát ez a legideálisabb. Mert ha belegondoltok, például egy rap háború. Most nem magyar szinten, de NWA Ice Cube, mikor ezek háborúztak. Hát egy olyan ember, mint én, aki az NWA ős rajongója voltam, és mikor ezek egymás ellen fordultak, én nem tudtam, hogy melyik kezembe harapjak, értitek? De borza, rendesen szomorú voltam, hát 18-9 éves gyerekként, hát az tesók, teljesen ki voltam idegileg, imádtam az Ice Cube-ot, és imádtam az Easy-t, és azt szerettem, hogy együtt legyenek, és ezek egymás szittek, és nem tudtam állást foglalni, és mind a kettőt hallgattam, és kurvára rossz volt, hogy nem kamázzák egymást. Tehát, hogy ott valahol elvesztettek közönséget, de ezek hát, totálisan megtalálták a másik közönségének a fikázásába, meg a másik fikázásába a saját közönségüknek az aktivizálását. Tehát például remekül mutatják be azt a modellt, ami alapján az egész életünk most működik. És mindkettő szekta. Tehát ugye mindegyik úgy áll az egészhez, van, nem mondják ki, de tulajdonképpen kérdés nélküli lojalitással figyelik őket a közönségük. És a felemelkedett amplitúdónak a mentén, ugye az a lényege, hogy egyre nagyobb hűséget váltak ki. Zseniális. Abba ne hagyjátok. Mert hogy most fogyókúra, még egyszer mondom, szóval majd csinálok erről a bőjtömről videót, meg én megint beindult a centrifuga, de hát én nem vagyok egy luxus vlogger. Tehát gyerekek, én voltam 105 kiló kártelnak köszönhetően, aztán lementem 84 kilóra az első Starbucksnál, aztán mikor jött a Fanni, akkor visszahíztam ilyen 90 kilóra, de végig sportoltam, meg minden, tehát bulizás mellett is mindig tartottam a formám. Aztán elkezdtem az időszakos böjtöt, lementem 81-79 kilóig, most megint fél évig nem figyeltem úgy oda, vagy nem tartottam, gyerekek, a szilveszter másnapján 90 kiló voltam. Tény az, hogy 3-4 napra rá 87 kiló. De még egyszer mondom, tehát én értem, és de én ezért nem haragszom senkire, hogy ezzel üzletelnek, gyerekek, a fogyás, meg a jó alak, meg az egész nem egy nagy truváj. És még dietetikus se kell hozzá. Tehát ezer módon kiszedik az emberek zsebéből a pénzt, mint az egészséges táplálkozás is. Hogy a faszomba tudnátok egészségesen táplálkozni, mikor az összes szinte kivétel nélkül, nagyon kevés kivétellel, többek között ugye ő, nagyon kevés kivétellel, hát az a lényeg, hogy vásároljál bazeg. Majd erről csinálok egy videót, mert erről kéne mindegyiknek edukálni a közönséget, hogy mikor háborogtok az egészségügy meg az oktatás miatt, akkor majd elmondom, hogy miért nem kapjátok meg a megfelelő egészségügyet meg oktatást, mert senki nem akarja, hogy okosak legyetek és egészségesek, de elsősorban ti. Tehát ennyi. De ha fogyni akartok, szóval nem egy nagy truváj, bazeg. Annyi az egész, hogy kevesebbet kell enni, mint amennyit mozogsz. Tehát kevesebb energiát kell bevinni. Ha te ülsz a picsádon egész nap, akkor minimálisat kell enni.
meg kell nézni, mi az a tápanyag, mi jó, és tök mindegy, mit teszel, mert a kaja nem gyógyszer, és nem csodaszer, és nem varázsszer a kaja. A kaja energiát ad, tehát ami a lényeg, hogy ugyanúgy működünk, mint a gépeink, gyerekek, ugye mi van? Van öt elem, földelem, tűzelem, vízelem, ugye, légelem, meg a tér. És te egy tér vagy. Bejön a földelem, abból van az energia, tűzelemmel égeted, ugye, a légelem bejön, meggyújtja a földelemet, abból tűz keletkezik, vízelemmel hűtöd, jössz, mész, intézkedsz. Ennyi. Mint egy automotor. Semmi. Ha túl sok földelem van, nem tudsz mit elégetni, és húzod magad úgy, mint a túlrakodott autó, vagy mint amit több üzemanyag van, mint amennyire szükség van, érted? Mert még fölraktak a hátára 600 millió liter benzint, és azt már a csomagtartóba viszi, nehezebben megy az autó. Tehát ami a lényege, ha egészségesen akarsz élni, ki kell számolni, hogy többet mozogsz, mint amit meg kell nézni magad, anatómia szempontjából, hogy hogy érdemes működni, milyen az anyagcserét, stb. Ezeket mind magad fel tudod fedezni. Érdemes a kajákat nyersen enni, rostba gazdagon, és ha már fasting, akkor érdemes követni a szerzetesi életmódot, tehát mit tudom én, akkor enni lehetőleg, amikor fönn van a nap, mert akkor a tűzenergia jobban működik, és akkor égeted a kaját. Amikor meg lemegy a nap, akkor lelassul az emésztés. És mikor lemegy a nap, az emberi lénynek lefele megy a nap, tehát öregszik, akkor is egyre inkább lassul az emésztése. Aki sportol, az rábaszott, mert aki keményen sportol, mint például én, ha nincsen kifuttatva, mint egy pitbull standinger terrier, az diétázhat is, ha nincs meg lemozgatva, lassul az anyagcsere, jön a súly, jönnek a fájdalmak. Tehát ha elkezdtél sportolni, akkor sportoljál bazeg, abban ne hagyjad a mozgást, és ami a lényeg, hogy addig egyél, amíg fönn van a nap. És amikor megy le a nap, abba kell sajnos hagyni, mert a kaja nem szex. Ez a legfontosabb, amit meg kell érni. Érteni, hogy a kaja az nem baszás helyett van, nem szerelem helyett van, meg nem azért van, hogy a nő átdugja a nyelvét a szájba, vagy hogy mit tudom én, a férfi virágot hoz neked. Nincs az helyett, nincsen házasságot, nem javít meg semmi. Az arra való egyébként egyedül. Jobb nem menni, leülünk, finomakat főzünk, de mértékkel megesszük, vagy hogy, és nem arról van szó, hogy ne ehetnél lángost. De ha lángost esztél, aznap másra már baszhatod. Tehát akkor nem ehetsz. Tehát ezért nem kell fosni, mikor azt mondják, hogy jaj, a Balatonon drága a lángos. És akkor mi van? Ha 2000-re esz egy lángos, tesó, akkor sincs gáz, mert aznap már semmit nem ehetsz. De akár még másnap se esze, akkor sincs baj. Érdemes olyan napokat tartani, amikor üres vagy, de mondom, erről beszélek így a bőjtnek a kapcsán, én miért csináltam, mert ezt azért csináltam, hogy lefogyjam. Vagy lefogyjak, mert nem fogysz tőle, csak rájössz arra, hogy képes vagy úrrá lenni magadon és a vágyakon. De vissza ezekhez, tehát mondom, tök érdekes ennek a két szektának a találkozás, és izgi volt. És ami ilyen darmadik szinten érdekes benne, hogy látjátok, hogy mennyire ellentétesek, de közben mennyire élvezik a táncukat. Tehát, hogy ahhoz, hogy ez az egész szórakoztató ipari dolog megtörténjen, ami mindkettejük népszerűségét emeli, az tulajdonképpen egymás nélkül nem jöhet létre. Tehát nekik köszönetet kell mondani egymásnak, mert kurvára erősítik egymás brandjét. Nagyon nagy királyság az élet, hogyha megfigyeljtek, hogy amikor mondják, hogy a jó, meg a rossz, meg a fekete, meg a fehér, meg a... Nekem mondom, egy van, hogy mindkettő, ez ilyen szektás, és hajlamosak vagyunk szektákba tömörülni, és én szekta ellenes vagyok, mert én szeretem az olyan embereket, akiknek az egója úgy oldódik fel, hogy kérdeznek, kétkednek, de a kétkedésbe se kell beleszeretni,
Nem szabad. Tehát vigyázni kell a kételkedésre is, mert az örök kételkedő az meg olyan lesz, mint a izék, ezek a, kik azok a szkeptikusok társasága. Tehát akik meg elmennek és fej nélküli Mária szobrot állítanak, mert ők a szkeptikusok, érted? Ugye valami ilyesmit csináltak. És akkor bele se gondolnak, hogy ezzel hány embert megbántanak. Mert egyébként meg mi a fasz zavarja a Tibi szektája az Edina szektáját? Vagy érte Edinát a Tibi szektája, vagy fordítva? Bár szerintem Tibi szart az Edinára, mert annyi pénzt keres a saját szektájából, hogy sose fogy el, és jó teszi, mert ügyes. Tehát ugye az van, hogy így kell eladni. El kell tudni adni a terméket, és aki jó, eladja a terméket, de Edina is jó eladja a terméket. Csak az a lényege, hogy, amikor fogja magát valaki, és akkorát tud gurítani, hogy megharapják, akkor ez van, gyerekek. Kész. Közben lehet, hogy kiment a fejemből a gondolat, de ahogy nézem, a fogalmazásom, ez nem a demenciának a jele, hanem inkább túl gyorsan darálnak a kerekek, mert nálam aztán nincs megírva soha semmilyen szöveg, senkivel ellen, mind sokak ellentétben, de tehát mondom, értem, mert nem az én világom ez a figyelj csillagom. Nekem ilyen vicces, de nagyon ki van találva. Értitek? Tehát itt komoly brendeket épített mindenki, de én arra törekszem, hogy ne szektársodjatok, hanem kételkedjetek, abba se fulladjatok be, és amikor érzitek azt a intuitív igazság momentumot, ott ragadjátok meg a dolgokat. És akkor kikerültök a csőlátásból. De akkor mondjuk megszűnik az, hogy ez üzlet lenne, hogy valaki ilyen háborúkat csinál, a bífeket, és akkor viszont én mi a faszomról beszélnék? Hát valami másról, mert mindig lesz miről beszélni, és hogyha már nekem is van csoportom, mert én is csináltam csoportot, tehát építem a szektát, azt a szektát, amelyik meg a kerekedő szekta tudatilag egyre jobban fogja érezni magát, mert így azt mondja, hogy hé, dopi maci, és lesz beszélgetés, és azok meg majd isznak Zenergy. Mert ez se olcsó egyébként, de megéri az árát, mert van benne matete, a zöldte, a ginzeng, citromfű, magnézium, rengeteg C-vitamin, 100 milliben van 20 kalória, gyerekek, és ez valóban egy drága cucc. Hát remélem az van benne, amit nekem mondtak, mert én azt kértem, hogy ez legyen. De onnan tudom, hogy jó, ezt majd a böjtös videóban elmondom, hogy mikor magnézium hiány miatt remegett a szemizmom, akkor mikor megittam, sokkal jobb lett. És a legrosszabb pillanataimban segített nekem. Többnyire stevia van benne, azt nem tudom ki, mikor mondja, hogy ez egészséges, mikor nem tudom. Van benne egy kicsi cukor az íz miatt, mert olyan, mint egy kájpirinja. És nézzétek meg, milyen szép zen. Zenergy. www.zenergy.hu. Ajánlom Kassa Tibinek is, meg Edinának is, mert megisznak kettőt, hármat egymás után, és akkor még jönnek a kreatív ötletek, de mondom, szórakoztató a videó, nézzétek meg mind a kettőt, remélem folytatják, én erről többet nem fogok beszélni, de mondom, a fogyókúra meg nem olyan nagy dolog, mint hogy be akarják állítani, ment ez régen dietetikus nélkül is, meg mikor az emberek nem a lelki, gyártott lelki problémáika voltak elfoglalva, mert egyet tudnotok kell, hogy a 21. századnak az a különlegessége, hogy tulajdonképpen még 20. századnak a közepéig, vagy egy kicsit tovább, az akkor is, tehát akkor is a tudat gyártotta a problémákkal, betegségekkel kerültünk szembe, de azokkal, amik ilyen zsigerileg jöttek, de most már gyártjuk őket. Tehát most már ezt mi csináljuk. Mikor Josh Hood megkérdezi a másik szerzetes, hogy azt mondja, hogy te Josh Hood egy nagy szent zenmester vagy, és itt van a kolostorod, de hogy lehet, hogy poros? Hát úgy, hogy a por az kívülről jön. És ezért mondom, hogy mi nyitunk utat annak, hogy mi történik, és ez van a táplálkozása, az vagy, amit eszel, az vagy, amit iszol, az vagy, amit fogyasztasz, és ennyi.
Úgyhogy nagyon bírtam ezt a sztorit, köszönöm a figyelmeteket, remélem kielégítő voltam, és akkor jön a videó majd az intermittent fastingről, meg sok minden másról, érkeznek a tartalmak. Még egyszer boldog új évet, és a héten még ide az oldalra csináljuk a tartalmakat, de jövő héttől ezek a videók a csoportban lesznek fölvéve. Csácsumi csá! Kommentelsz, lájkolsz, megosztasz! Kommentelsz, lájkolsz, megosztasz!